Második felkészülési mérkőzését is megnyerte Csordás Csaba alapos átalakuláson átesett bicskei alakulata. Annak érdekében, hogy minél több játékos megfelelő időtartamban ki lehessen próbálni, először 120, majd 110 perc játékidőben állapodtak meg a csapatok, az elmúlt idényben az MB3 középcsoportjában bronzérmes FC Dabas otthonában. Rekkenő, 37 fokos hőség, pályafutása csúcsán régen túllevő játékvezetői hármas és kifogástalan talajú árnyékmentes játéktér fogadta a csapatokat. A bemelegítésnél az eredetileg kezdő szűcs meghúzódott, így a következő csapat kezdte a maratoni mérkőzést. Kovács, Gaszner, Mlinácsik, Vékony, Madarász, Denzinger, Popovics, Lassú, Kovács, Kürti, Soron. Az első komolyabb lehetőség csapatunk előtt adódott a 17. percben, Kürti futott el a balodalon, jó beadását lassú, a túlsó ötös sarkától elcsúszva visszalőtte. 10 perccel később Popovics kereszt labdájára indulva csúszott el kedvező helyzetben ugyanő. A 33. perc pusztai és soron pillanatait hozta. Soron szabálytalankodott a hazai védő ellen, aki visszarúgott, a vendégtámadó ezt nehezményezte a játékvezetőnél, majd ellenfele után futva a labdával együtt odébrúgta, felpattan a védő pedig ráfejelt. Probléma abban adódott, hogy a bíró nem készült színes lapokkal. Némi torszalkodás után salamoni megoldásként a két szereplő cserével kiállt. Csapatunkban német foglalt el a center pozíciót. 36. percben egy jobb oldali beadást követően német elől mentett kovács. A 40. percben német indította kürtét, aki a felfutó madarás passzolt, és ő 16 méterrel lőtt a kapus kezébe. A 48. percben lassú gasznát futatta a jobb oldalon, kinek beadását német a kapu mellé továbbította. Még mindig az első félidőben, az 52. percben Kovács németet hozta a játékba, ki a Kürtitől visszakapott labdát elvacakolta, majd Gassner adott be jobbról, Kürti ismét madarászerre tálalt, 15 méteres lövését azonban Hermány sem legesítette. A szünetben cseréltünk, Linácsik, Lassú, Kovács és Kürti helyett Hirman, Penlik, Bajor és Pekowski folytatta. 63. percben Densinger szerzett labdát. Átadását Bajor kapura gyengén. Az ellentámadás után hatalmas termetű takács elől az utolsó pillanatban mentett Hírman. A 70. percben Penylik 22 méterről lőtt szabadrugást a sorfalba. A 80. percben a Hóri Takács fejlési kísérletei voltak sikertelenek, de azért némi veszélyt jelentett. A 103. percben Takács ezúttal indított, rábolt, 20 méteres lövését fogta a kapusunk. Az ellentámadás után Bajor szögleteit harcolt ki, Kürti beivelését a remek ütemben érkező Hírman, mint egy 8 méterről hálóba fejelte. Oda-vissza cserék után rábolt, majd lévai veszélyeztették a vendégkaput, de az eredmény nem változott. A bicske ügyesen megőrizte előnyét, és önbizalommal terve készülhet a folytatása, amelyre szombaton 10 órától Budapesten az Erzsébeti SMTK otthonában kerül volna sor, de az időjárás, a tomboló vihar és a nagy esőzés miatt sajnos a hazaiak lemondták a mérkőzést. Így a beütemezett program alapján a következő felkészülési meccset Tatabányán, Július 14-én szerdán 6 órakor játsz a Gárda, 17-én Monóra utazunk, 10 órakor egy kezdődő barátságos mérkőzésre, majd Iváncsával zárjuk a sorozatot július 24-én.